Sziasztok! Köszöntök mindenkit egy újabb videóba. Folytatjuk a Far Cry 4 videókat. Körülbelül 38%-on vagyunk eddig. Szóval még van sok a végéig. De ez nem probléma. Na jó. Folytassuk. Ezt akartam, hanem ezt. Na szóval. Most úgy tűnik, hogy ezt fogjuk megcsinálni. Szóval oda teleportálunk. Próbálom először ami úgy lényegesebb küldetéseket csinálni, és utána ezeket az apró kis izéket ebben a részben. Szóval milyen, hát, amit gondolom én, hogy nehezebb durván. Legyen így utolsó napra látványosabb. Mivel, hogy ezen a héten már nem lesz több videó. Menjünk csónakkal. Ilyennel még úgy sem mentünk. Ti rosszak vagytok? Lássuk csak. Nem. Azt hittem, hogy ők a ilyen izéket le kell zúzni. Ott egy cápa, bazd meg. Imád teknős békákat, beszarok. Az oroszlán megfogta ott azt. Nagyon kicsit nem fog tudni felmenni. Én kilőttem. Már ha itt vagy és ingyen jöttél. Tigris bácsi. Ó, tele van itt érdekes állatokkal. Na jó, fel kellene lenni. Ajj, a cseszés. De nem hiszem... Szinte már nincs hol felmenni, bazeg, akkor nagyon csúnyán néztem volna. Mert a logormán halál annyi. Nyomjad! Szépek azok a virágok, meg azok a sörös dobozok. Köcsög. Előtlek! Na mondjad, öcsém. I worry about how it deploys opium operations and damaging the environment. Bocsánat. Jó. Kaptam 250 XP-t a semmiért. Látogassam meg ezt a szart. És az hol a faszban van? Ha jó vagy, öcsém. Itt van. Menjünk akkor. Megint bekapcsol a rádió. Ah, hogy a kurva anyád. Megint elbaszok egy csomó időt, hogy itt mászkálok jobbra-balra. Jó kemények ezek a fűek meg virágok, az meg betörik a célvédőt.
Megint megfáztam emberek. Alig van hangom. Hát ennek annyi. Hopp, így a semmiből megjavult. Sír. Ezt a kurva rádiót nem kellett volna megjavítsam, bazzeg. Ah, faszom. Meg vagyok fázva, mint atom, bazd meg. Egész oda fel kell menni, csözni. Jaj, de sokat kell menni. Legalább remélem valami érdekes lesz, nem... Nem csak, hogy oda megyek, az oké, szavasz, szia. Akkor a fasz ki van velük. Na lássuk. Mi ez? Rádiós vacki? And you're listening to Radio Freaky Rod. Let's hear some tunes. OMG, Ajay Gale. Bhaiyo, I... Bhaijan, I would like to shake your hand. I have been keeping an eye on you. You are doing really good work. So you're the guy on the radio. Yeah, that's me. The voice of Radio Freaky Rat, Rabbi Rayana. Look, you fight with your brawn, but I fight with my words. And you know the old saying, the pen is mightier than the sword. I mean, after all, I'm like a Rush Limbaugh, but with soul and a conscience. Besides, the more people I turn away from Pagan, the less people you have to fight. I can't argue with that. Still, there's only so much I can do from here. I spread the truth. And I take the liars down a peg, but someone needs to get their hands dirty. And come on, look at me and Chotu. I mean, Chotu's dirty, but it's not like we can mess people up. The only guns we use are water guns. And come on, man, that's why I have this radio show. You have the broad shoulders and biceps to take down evil. You've been tearing down propaganda posters, which is great, but Bagan's propaganda machine is kicking it up a notch in response. His men are setting up temporary propaganda centers, and those places are churning out the bullshit 24/7, yar. So what do we do? You see all this hardware? I built it myself, man. I mean, you think Chotu helps? Come on, look at the guy. He's got body and mind dyslexia. The dude is practically worthless. I use this stuff to monitor Royal Army radio channels, and I've managed to locate one of these centers. And you want me to put it out of commission? Hearts and minds, Ajay. Hearts and minds. We can't have Bagan contaminating the population with all his bullshit. And this will stop the propaganda? No way, not even close, but don't worry. I'll track down the new propaganda centers whenever they appear, and then I'll relay the details to you. Meanwhile, you should go do what you do best. Go fuck up those members, man!
Take out that first center. Oh shit, I gotta go back. Hey, thank you so much for coming. Hey, Chotu, make them some chai. Bhai, chai banao, bhai. Sorry, this is not a first class hotel, but we do what we can. Are you hot? Should we turn on the AC? Chotu, AC ko lagao, bhai. Sorry, it's really hot here. It's like a hot box, man. It feels like Guantanamo Bay up in here. So good we do that. Hey, we are back. You are tuned into Radio Freaky Rat with Rabbi Ray Rana. We've had some questions from our loyal listeners. This is coming from... Én meg itt közben elban volt. Na jó. De messze kell menni, bazd meg. Sehol semmi jármű. Értem én bazd meg, hogy oda kell jussak, de kurva messze van. És ez a fos meg olyan lassan szaladt, hogy... Na, baszta úgy. Na, így még... Kicsit gyorsabban fog menni. Valamivel. A fák közt nem lesz kellemes leszállni, van egy olyan érzésem. És most... Jó. Már csak fele a nyútat kell megtenni. Erre még mintha nem járta volna. Dimbes, dombos, zöld. Van valami ház is. Ezt is majd el kell foglaljuk, már ha úgyis erre járunk. Ez fasz a helyen van itt. Egy kicsit gyorsabban megy. Tiszta szupermenek vagyunk, bazd meg. Batman. Milyen szépen repülünk itt lefele. Észre ne vegyetek, viszont. Aha, nincs már gránát lettél. Na nem baj.
Cover me! Beszopta a decsén. Még ott fent van valami, vagy meg. Hát már kinyírtam szerintem mindenkit. Na, azért mondom. Zsír. Na hát, ez is megvolt. Ez még jól jöhet. Szedjük össze a lőszereket. Engem ne próbáljátok meg bazd meg elütni. Hát hol éltek? Kurva szálltok. Egyet. Na jó, jöjjünk ide. Ide le, és akkor itt már nincs is több ilyen szar. Foglaljuk el ezt a bázist, és akkor már ha úgyis itt vagyunk, utána visszamegyünk a másikat is. Hey Andrzej, I found another propaganda center. I'm sending you the coordinates now. Head over there and take it out with extreme prejudice. Hoppá, karmacot. I've always wanted to say that. Take it out with extreme prejudice. That's like some serious Black Ops shit, man. Extreme prejudice. Okay, sorry, I'm just getting off topic. I'll let you get back to doing what you do best. This is Rabbi Ray Rana signing off. Okay, why am I talking like I'm on the radio? I mean, I am on the radio, but I'm not on the air. Fuck it. Just, I'm gonna go. Sorry, Ajay. Please don't think I'm a loser. Nyírom itt kifele a bandát. Oh, Tiger! Tiger! Tiger!
I will show no mercy when I find you, killer. Okay. Nem tudunk erősítésre hívni. A ideg kilőttem. Na hát ez is megvolt. Zsír. Tigris, ahogy hallom, még mindig trollkodik. Hát nyugodjál már, ne bazzeg. Kimenekítlek te meg itten. Vadászol, hát hülye vagy bazz meg. Hálátlan dög. Na jó, menjünk lőszerűre és akkor foglaljuk el még a másik bázist is. Ahogy csak szemből lehet lemenni az meg. I need help! They've killed my father! Nem szarja lett az apádat. Jó. Nem. Van fontosabb követésem is egyelőre. Oda megyünk. Elfoglaljuk ezt is. Na, bazd meg, elütöttem egy embert, de nagy gané vagyok. Szarok rá. A faszom fogja itt venni a kanyarokat. A kecibe! El van baszol, de ez az autó, húz jobbra. Akkor anyádat! Hülye, olyan, mint egy rossz Dacia, bazd meg. Elütöttem és kész. De nagy jampi vagyok. Jó, közben sikerült jól elroncsom az autót is. Most már nem tud sem erre. Ja, hogy ti vagytok azok? Hát ezt nem így akartam. Ezt kurvára nem így akartam. A faszom ez a sok kis állat. Jöttek már a faszomba. Sokan jöttek, kicsit valószínűleg. Szerencsét, fiam. Ez az. Ez is Libertate. Zsír.
hasznomba már. Ezek azt hiszik, hogy engem megölhetnek. Na jó. That's my home. Hús. Még van egy ilyen. Ott is. Hát már ezeket fogom itt nyírválni. Kellene valami járgány, nehogy elüsd, bazd meg. Ó, oh, hogy nehogy kiszálljatok, bazd meg. Na hát, bazd meg. Arra megyek utána, meg azt mondja, hogy erre kell jönni. Normális ez? Majdnem elrepültem másik irányba. Rövidítünk. Mégül is minek vesz az ember telepjárót, hogy használja az. Gyertek. Állok elébe. Hopp. Ezek repültek egy-egy csórikáim. Itt is van valami, de leszarom. Most úgy konkrétan. Minden világít, bazd meg az autón, amit nem. De miért akar ez a fasz engem mindig ahhoz, hogy gyújtom mindig? Jó, kigyulladt az autóm. Az igen. És fel is robban. Jó. Ó, oh, bassza úgy meg. És tudod szólni a többieknek, de jó. Pedig itt nem akartam túl sokat időzni most. Hát az a lényeg, bazd meg, hogy ne lássál. Nem. I don't see you. Ez az, multi-kill. Most már annyira profi vagyok, bazd meg.
hogy kivaszottól veszélyes vagyok. Na megint shoppingolás, aztán írjuk tovább. Jó. Reset, aztán mehetünk. Most... Hát... Itt egy nagy el. Na akkor... De ez itt el van foglalva? Nincs elfoglalva. Akkor megyünk gyalog. Szerintem az nincs elfoglalva. Van valami nagy szar. És azt jó lenne elfoglalni. Mivel nincs a térképen és nincs semmi teleportálás, itt szóval se semmi, így megint bugzik ez a szar. Így úgy gondolom, hogy az a bázis véleség az nincs elfoglalva. Úgyhogy most megyünk oda. Először. És meglátjuk, hogy mi a szitu. Sejtálló bácsi. Hogy ilyen kacskaringós úton ide. Nem baj, majd innen lerepülök és úgyis jó lesz. De akarom látni, mert hogyha nincs meg ez a bázis, akkor ezt is megszerezzük, mert ez nagy. És ez izgi lesz megcsinálni. Várjál, ez nem az volt, mikor itt fel kellett égetni a cuccot. Ez már a miénk. Na jól van akkor. Támad a disznóba az meg. Na jó, akkor haladjunk tovább. Hogy csak időpazarlás volt ez. Megint nem kapcsol ki ez a buzi rádió. Na, nyíj ki kapu. Hát se ez meg nem nyílt ki a kapu. Őzik én. Állj már meg, bazdmeg! Hű. Na hát... Mázli, majd leugrottam. Mármint kiugrottam, mert az az autó, csóró. Hát, ott van mi. És én mindig urul. Na jó. De oda fel kell menni. Akkor most jött volna egy ilyen izé, lett volna egy kis hancúr. De mindegy. Várjál itt közben. Majd ott is lesz egy jó, és jó. Ha így vízbe esek, akkor mi lesz? Vagy ha erre fel? Hehehe! Van a sétáló bácsi. Okay.
kilőttem. Hoppá. De rossz vagyok. Na jó, én ezt itt hagyom ajándéknak. Aztán majd, ha jön valaki. Kurva anyád. Igen? Nekem tudás. Na bazd meg. Ez megszivatott. Na nem baj, hagyok én nektek itt ajándéknak. Nézed, öcsém. Többet itt nem mész el. Hagyok kettőt, biztosan biztos. Na jó. És megint gyalogolnom kell. Bassza meg. Szeretem a sonkát, szóval vigyázzatok. Amint jól van egy autó, zsír. És még a rádiót is ki lehet kapcsolni. Kíváncsi vagyok, hogy ott hagytam azokat a bombákat, hogyha úgy alakul, hogy aktuális lesz. Akkor megkapom a pontokat, hogyha rámennek, vagy valami, vagy... Vagy ez így bebugzik a szevasz. Azt nem kapok róla semmit. You're insufferable. I should punch you in the mouth. Gale's behind me. 10,000... Na lássuk, ezt még megcsináljuk. Hú, mennyi fegyver. I fear no evil, for you are with me. Psalms 23, verse 4. Pop. It is good to see you again, AJ. Are you here to do the Lord's work? I guess so. Ennyi már. I have a confession to make, AJ. Csinálj valamit a szád, de a hülye biztos lázas volt el. That can be dealt with easily. No, it is the evil within myself that I fear. Do you remember my sins? The terrible business that I spoke of. You're talking about the diamonds, right? Yes, and the blood of the lamb washes away all sins. But in order to gain purity, I must repent and make an act of contrition. There are more of these sins here in Garat, and they must be tracked down. Start by finding a lost sheep. Follow him, and he will lead you to a vault. Bring me what you find. Nem magyaráz már annyit. Kívül a nyarat. And he calls his friends and neighbors together and says, rejoice with me, for I have found my lost sheep. Nem. Viszonylag messze kell menni. Úgyhogy fogjuk a kis kadot. Aztán sprinterés. Ez az igazi telepjáró, geci. Hopp. Igeci. Na bazd meg. Ez geci mindenen átmegy. Adjad neki. Fa! Nem számít. Hopp. Ez se.
disznók se. Ez mindenen át megy. Megáll. Megy tovább. Kill the target. Oké. Igen. Na jó, várjátok, titeket öljelek meg. Ez az, nyomjad, Lubi! Várjam. Itt hagyjuk a járművünket. Nem száll el a... az igaz. Maradjak undetected. Jó, bazd meg. És az most simán el fog menni, és szevasz. Vagy ki kellett volna útközben nyírjam. Több mint valószínűleg ki kellett volna. Jaj, de jó. Hát akkor mission fail. Ez az. Hát gondolt, tudtam én bazd meg, hogy nem fog megállni. Kibosszok én akkor vele. Megölni se szabad. Na akkor ez megint egy ilyen szopatos küldetés lesz. Csak tartsam az iramot mégis vele. Hát nem azért. Anyát, hát... Jó van, bazd meg, de hogy a faszba... Ne is lőjem le! És hogy menjek utána ilyen gyorsan? Mi vagyok én? Superman, bazd meg! Kurva anyát. De hogy itt egy autó. Ez se a rendes utak, hogy jár, bazd meg. Jó, és most hova szarjak, hogyha meglátod? De gyorsan megy, geci. Hát valami tuningolt telepjárója van, vagy mi a faszom? Az enyém, bazd meg, csak egy kettes. Ne siess annyira. Mikor lőhetem már ki? Ez az, ezt nem tartom már én is. Jól van, bazd meg. Most mégis. Jaj, bazd meg. Vigyem be? Jó.
Ah, vigye a faszom. Ányád. Üljön ott kint a gecibe. It's gone! Hey, you don't scare me! Jaldi, I'm spotted gone! A jó édes anyára! Lősz még rám, bazd meg! Jó, senki kéne jutni valahogy. Tankoljunk meg minden. Szerintem sikerült, ez az. Milyen jó sokat kell menni hozni. Megint bugzik ez a szar. Ha vízbe esek így bele... Nem történik semmi. Remélem nincsen kibaszott szápa. Na ne bugzódjál már, bazd meg, hülye grafikai hibák. Jó lenne valami járgány, mert az még messzire van. Na hát bazd meg, faszomnak bugzol már. Tengeri malacaim nagyon bevadultak itt mellettem. Belgőd neki torla szájba. Hey, lányok! Nyugi van! Figyeltétek? Isten Superman voltam bazdmeg. Na jó, ez is megvan. Zsír. Na most, azt még ott megtámadjuk. És szerintem ennyi is volt mára. A faszom már a jetskip, vagy mi a faszom? Faton is van rádió? Hova jutottunk? Loser. The room. Mindegy, nem tudom kiolvasni. Jó nekünk a lúgszer. Lesprinteltem, bazd meg. Hopp. Remélem nem itt hagytam azt a taposavaknál. Nem, jó. Megnyugodtam.
nem volt szerencsétek. Hoppá. Fel. Elbasztuk. Még egyszer. Ahogy hallom, nem sikerült, szóljon. Még nem nyomták meg a riasztót. Hát nem tudom kilőni. Nem tudják, hol vagyok. Na most már még segítséget sem fogtok hívni, öcsém. Ez az! Ez is megvolt. Miénk lesz az egész pálya lassan. És ez a lényeg. Jó van itt a darásfészek. Sprinteljünk. Ez itt elütt minket, fogadjunk. Hülye. Na jó, vegyünk lőszert, mert azossá nem nagyon van. Aztán mentés és szevasz. Ez nem kell nekünk. Ezeket megvesszük. És lőszert. Megment téged ki. Ó, bazzeg, nem akartam még itt küldetést. Ha mindegy már, hogyha rányomtam, akkor megcsináljuk. Ez nem vettem lőszer. Csak ennyi? Kezdjük a legtávolabbra. Mit csinálsz, ha szálltok ki, engedtelek mindegy kölyköket azt. Na jó. Tudom, tudom. Ez az. Na mindegy, jól esett. Hát, ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm a figyelmet. Várjátok a többi videómat is, jönnek majd lassan. Szóval, sziasztok! Sziasztok!